Aranyérem 49 kg az olaszország ifjúsági ökölvívó Európa bajnokságon, a nőknél pedig bronz, miközben a felnőttek közül spanyol nemzetközi tornát nyert Harcsa Zoltán két harmadik hely mellett. A bokszolóink helyzetéről kérdezem a 2016. szeptembere óta szövetségkapitány Balzsai Károly. Szerusz, jó kívánok! Egy lassan két év vagy szövetség, amit egy három hónap még hiányzik hozzá, de hát eddig melyeket tartasz a legfontosabb lépéseinek? Nem eredményeknek, elsősorban lépéseknek, amit átalakításban, koncepcióváltásban hoztál a válogatotthoz. Ugye itt néhány hónap eltéréssel, illetve egy fél év utána az egész szövetség azért átalakult, és egy olyan elnököm, elnökünk lehet, aki, aki gyakorlatilag ugyanazt gondolja, amit én, tehát egy picit nekem könnyű dolgom van, mert amit kitalálok, amit szeretnék újítani, azt szépen végre tudom hajtani, és az egyik ilyen nagy idézelbe változás azok a nemzetközi edzőtáborok, ami nem csak Magyarországra hívunk világ bármely országáról, mm, csapatokat, hanem mi is tudunk máshova menni, és gyakorlatilag ez a, ha lehet olyat mondani, újítás, illetve nagy lépés, hogy a srácok egy olyan környezetbe kerülnek, ahol hozzászoknak ahhoz, hogy milyen egy nemzetközi mm, vérkeringés, illetve milyen egy, milyen egy csata. Tehát minden nap megharcolnak a, a saját kis rangjukért. Mikor itt voltak az IFI Európa Bajnokság előtt heteken keresztül különböző csapatok, minden nap egyik nap éles kesztyűzés volt, egyik nap gyakorló kesztyűzés volt, tehát minden nap tűzbe voltak téve. Gyakorlatilag délelőtt ilyen átmozgató és pici képesség, képességfejlesztő gyakorlatokat végeztünk, de délután mindig csak az ökölívással foglalkoztunk. Nagyon ütés, meg technikai elemeknek a, a javítására nem is volt idő, Persze taktikába igyekeztünk egy picit javítani rajtuk, de gyakorlatilag ökölívás, ökölívás, box, 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 és én úgy gondolom, hogy a, a csapat jó úton halad a felé, hogy szépen meg, megszokja ezt a, ezt a tüzet. Vagyis ki kellett szabadítani a magyar boxolókat ebből a hazai buborékból? Igen, egy picit muszáj volt, mert mi azért borzasztó kevesen vagyunk, egymással kesztyűzni már, ha lehet ilyet mondani, picit unalmas, mindenki ismeri a másikat, és gyakorolhatunk, meg, meg szépen ütést csiszolhatunk, de, de azt a tüzet, azt a harcot, azt semmi mással nem tudom modellezni nekik, mintha ide hozok más országbelieket, idegeneket, és meg kell harcolni a saját igazamért minden nap. Gyakorlatilag van párhuzam, ha az ember vívókkal beszélget, akkor ugyanezt a törekvést hallja, hogy igenis nagyon magas színvonalú edzőpartnereket kell egész évben találni ahhoz, hogy kellő szinten legyenek a versenyzők. Bocsánat, hogy beleszólok, talán még az ifiknél esetleg könnyebb dolgom van, mert ugye ott sokan vannak, jobban tudnak egymással kesztyűzni, de a felnőtteknél borzasztó kevés van meg egy harcsa Zolinak, viszonylag nehéz neki itthon kesztyű partnereket találni, főleg olyan szintű kezdjük akikkel majd kint fog boxolni, ugye egy ilyen nemzetközi versenyen is, vagy ha kimegyünk jövőre, ebévre, re illetve olimpiai kvalifikációra. Ez a helyzet az ifik felemelkedésével meg fog változni olyan szempontból, hogy most ott van Harcsa meg egy-két versenyzőt felnőtt be a Jéghegy csúcsán, lejjebb, mint mondottad, több még a versenyző, ahogy majd haladnak előre, akkor van nem fognak elfogyni. Ugye ez is egy régebbi problémája volt a magyar boxnak. Én úgy gondolom, hogy ezzel az új vezetéssel, meg az elnöknek az új felfogásával, hogy igenis kezdjük el támogatni tömegesen a, a fiatalokat, illetve ezeket a, azokat a fiatalokat, akik ifjúsági korosztályban eredményesek lehet, hogy még nincsen érmük, de látszik az, illetve benne, benne van az az esély, hogy kiussanak olimpiára. Így szépen ez az U-22-es programunk úgy hívják és anyagilag tudjuk őket támogatni. Nem csak egyet-kettőt, aki már nemzetközi versenyt, illetve eredményt hozott, hanem, hanem, nagyobb csapatba, és esetleg ez egy olyan megtartó erő lehet majd az ökölívásnak, hogy, hogy néhány év múlva azt tudom neked mondani, hogy igen, a felnőtt csapat is már egy keret. Hova kell egyébként a több energia kapitányként, edzőként a felnőttekhez, vagy az ifjúsági válogatott? Az ifjúsági válogat. mindig, a, mindig, a fiatalokkal egy picit nehezebb, és ha lejjebb megyek a korosztályba, ugye a serdülő még nagyobb tömeg, meg a, a junior korosztály, oda mindig sokkal, de sokkal több figyelem kell, nem csak az edzéseken, ugye ott a 24 órában sokkal jobban kell rájuk figyelni, a felnőttekre, meg igaz, hogy nagyobb a felelősség, mert ugye az eredményt onnan várja mindenki, de, de onnan meg egy picit már tapasztaltabbak, önállóbbak, és talán nem kell annyira figyelni rájuk minden percben. A fiatalok közül Bernáth Attila szerzett az ifjúsági Európa Bajnokságon tavalyi ezüstje után. Mi ennek, a, ennek az éremnek most az értéke a magyar utánpótlás és a matőrbox számára? abból a szemszögből, hogy idén a felnőtt korosztálynak semmiféle világversenyen nincs, tehát eredmény szempontjából nekünk óriási eredmény ez hogy, hogy van egy Európa bajnoki aranyérmünk, mert ez az egyetlen olyan olimpiai pontszámot érő dolog, amit mi ugye jövőre az eredményességi költségvetésbe bele tudunk tenni. Tehát életben maradáshoz gazdaságilag nekünk ez, ez, ez óriási eredmény volt, illetve ismét van bajnokunk, érmeseink mindig voltak, véletlenül többször voltak, de bajnokunk azért viszonylag ritkán van, és ezért az Attilától egy óriási eredmény, annak a függvényében meg pláne, hogy tavaly ezüstérmes volt. Én írtam is neki, és kértem is tőle hogy a döntő előtt, hogy figyelj Attila, illetve ördög, mert ugye úgy hívjuk, Figyelj, ördög, itt már voltál, tudod milyen a döntőben lenni, neked sokkal könnyebb dolgod van idézőjelben, mint az orosznak, aki először van egy ebéd döntőbe. De én úgy gondolom, hogy ez látszott is rajta, mert olyan érett és olyan tudatos és akaratos, végig koncentrált tökölhívást tudod bemutatni a Európa-bajnokságon a döntőbe, ami miatt meg is tudta nyerni az egészet. Bizony, elődöntőt és döntőt is 5 0 ás pontozással nyert a 49 kilós tehetség. Milyen jövő állhat előtte Bernát Attilára? Már ráallgatták azt is, hogy az új gedó, György. Nagyon óvatosan szeretnék fogalmazni vele kapcsolatban, nem szeretném elkapkodni az ő menedzselését. Neki még van idén egy junior, egy ifjúsági világbajnoksága, ami a fő cél. Most egy picit hagyjuk ebbe a, pozitív hullámba, hogy jól érezze magát. Lent van velünk Tatán, egyenlőre nemzetközi versenyről most nem viszem ki, ő volt elég harcba és Tatába, ő egy picit most pihen, Ma júliustól kezdődik neki, illetve június közepétől az új lendület és az új terhelés. Majd meglátom, még ezen gondolkodom, illetve konzultálok a, az edzőjével is, meg a, a más szakemberekkel is, hogy az ősz folyamán milyen felnőtt versenyre vigyem esetleg el, hogy jövőre már, ugye már 49 kilóba ölt már felnőttként, illetve felnőtt korosztályban rászámítanom kell, és hogy milyen versenyre vigyük el, hogy nehogy mély, nagyon korán bedobjuk a mély vízbe, vagy kiégessük, vagy elvegye a kedve. Az viszont nem, nem lesz mély víz számára, hogy idén Budapesten ifjúsági vébe be ahogy arra utaltál, Igen. és hát ez milyen újabb ilyen fejkel, fejfelkapós reményekre okot, hogy hopp, itt vannak a magyar boxolók, és itt van a magyar ökölvívó utánpótlás, akárcsak, hogyha Attilára gondolunk. Hát ugye Attila ugye tegnap nekem, hogy hogy alig várja, hogy elkezdjük a felkészülést már élesen a, a világbajnokságra, mert borzasztóan várja, a hazai VBT t és, és teljesen, ugye amit mondtam, hogy hál' Istennek most én pozitív hullámban van persze egy erbi arany után, nagyon motivált. A, a, csapat többi tagjában is benne van, hogy meccseket tudunk nyerni, de az ifjúsági világban, mezőny óriási. Tehát ilyen 400-450 fős ugye maga a tömeg, ugye a lányokkal együtt fogjuk rendezni, a női, illetve hát a fiú korosztályban nagyon nehéz lesz, azért nehéz lesz eredményt elérni, Attilában nagyon bízom, nem szeretném ugye az egész magyar terhet, illetve a magyar csapat terhét rátenni, azért vannak még két-három olyan súlycsoport, ahol nemzetközi szintű vívóink vannak ebben a korosztályban, fiúknál is, lányoknál is, én bízom benne, hogy eredményesek tudunk lenni, és egy, egy, egy szép emléket tudjuk majd zárni a VB-t. És egy mondat a felnőttekről is, ez a bizonyos spanyolországi nemzetközi torna, négy férfi volt két bronz, és Harcsa Zoltán első lett a kirakatban, tehát javul a helyzet? Én úgy gondolom, igen, bár ez a verseny, ez nem ezt tükröz, illetve én most a lehet ilyet mondani, elégedetlen vagyok, mert megint ugye az Oli hozta magát, nem mondom azt, hogy a kötelezőt, mert ilyen soha nincs az ökölívásban, tehát hozta magát, én még a Hámari Álditól, illetve a Kovács Csicsitől, ha lehet ilyet mondani, egy picit jobb formát vártam, főleg úgy, hogy ugye februárban volt utoljára a nemzetközi versenyük. Munkából jöttünk, igen, ez volt a cél, nem éles helyzetbe kerültünk bele, de én úgy gondolom, hogy ezen a versenyen nekik kicsit többet kellett volna nyújtaniuk, ezt érezték ők is és uh, igazán tanultunk belőle, és, és ők is úgy fognak készülni, kell beszéltem természetesen, és megyünk tovább, mert uh, nincs megállás, és ugyanolyan nemzetközi versenyek várnak még ránk, illetve olyan hír van még, ami, ami teljesen friss, hogy novemberben Spanyolországban egy uniós országok bajnokságát, tehát lehet ilyet mondani, egy pici Európa bajnokságot azért mégiscsak fognak rendezni um, itt Európában, tehát... Uh, nagy európai megméretet, azért várni fog rájuk novemberben. 2009 óta nincs magyar box vb -rem. Mikor lehet, és kik fogják szállítani, gondolom, amíg te kapitány vagy, azért már szeretnéd, hogyha hozzád fűződne az, hogy újra megjelenik a az érem a dobogó a kínálatban. E, igen, jövőre ugye Európa-bajnokság, illetve nekünk az Európai játékokon belül lesz az Európa-bajnokságunk, illetve szeptember környékén Szocsiban lesz a világbajnokságunk. Én bízom benne, hogy ezekből a srácokból, ugye akik most kint voltak velünk velem Spanyolországban, tehát a Harcsa, Zoli, illetve még az a két-három srác, aki tényleg a top élvonal, ők fognak akkorát fejlődni, az oli után, hogy esélyük legyen egy éremszerzésre. Az már nem teszek terhet, mert ő pontosan tudja, hogy én mit várok tőle, és ő saját magától is elvárja ezeket. Neki már minden világversenyen azért kell kiutaznia, hogy éremel jöjjön haza. Köszönöm szépen, hogy itt voltál Én is köszönöm a megkívást!